A Mi Hazánk mozgalom azonnali hatállyal eltávolítaná dr. Sádör Györgyöt a MBVK vezetőjének az éléről, hogy ne legyen a továbbiakban elnök. Ezt egy múlt heti sajtótájékoztatón is bejelentettük, de tovább erősíti ezt a tényt az ezen a héten megjelent sajtóban különféle hangfelvételek, amely nagyon durva dolgokat is tartalmaznak. Már ezt megelőzvén a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezte, hogy a végrehajtóknak azt a kiskapuját be kell zárni, hogy különféle módokon az irodákba való bejelentkezéssel ne tudjanak a jövőre vonatkozólag a pénzüket, a bevételüket ilyen módon megmenteni. Esetlegesen ugye a börtönévek után Sádör Györgynek vagy a társainak, ugye, akik érintettek ebben a korrupciós botrányban, hogy ezt be kell fejezni, de is a hangfelvételek egyébként ezre is kitérnek. De ami még felháborító, hogy ugye, ahogy a Mi Hazánk mozgalom ezt is már a ügykirobbantásakor, leleplezésekor is szóba hozta, hogy több kormánybeli ember is érintett lehet, nem csak a Völner Pál, és mindenféleképpen az ő személyes kérdéseiket és jelenlétüket is figyelembe kell venni és megvizsgálni ebben az ügyben. És ugye a hangfelvételek tartalmazzák, hogy a jó miniszterasszonnyal szeretne beszélni a dr. Sádör György különféle ügyletekkel vonatkozólag, és amit ugye a kérdéseket is felvetett már nagyon régóta, hogy a különféle törvények, amit ugye az elmúlt időszakban létrehoztak, az igazából nem az adósok érdekeit, vagy esetlegesen a végrehajtási eljárás folytonosságát, vagy bármi egyéb érvet fel lehetne hozni mellettük, hanem igenis a végrehajtókat segítették elő. Nézzük a jogi végzettséghez való kötelezettséget, hogy a végrehajtók jogászként kell, hogy tevékenykedjenek. Ugye a botrány alapja is ez, vagy pedig a Varga Judit általi szakaszolási törvénynek a bevezetése is így egyébként ugye csak a végrehajtást és a végrehajtókat segíti előtérbe. Sem az adósoknak, sem a követeléskezelőknek sem kedvez. És itt felmerülhet a kérdés, hogy valóban a jó miniszterasszony milyen módon vagy eszközökkel vagy milyen kapcsolatokat is ápol dr. Sádör Györggyel, és hogy ennek a egész vonzata végül mikor fog kiborulni, és mikor fogják ténylegesen elszámoltatni az ügyben résztvevő embereket, és az is felháborító, hogy ugye a különféle dokumentumokat esetlegesen az ügyészség elrendeli, hogy semmisítsék meg, és ugye semmilyen információt nem adnak ki erre vonatkozólag, és felmerülhet a kérdés, hogy vajon még milyen bizonyítékokat semmisíthettek meg esetlegesen, hogy elsimítsák ezeket az ügyleteket, amire ugye a hangfelvételek is merőben utalnak, hogy a Mi Hazánk mozgalom határozottan követeli azt, hogy Sádör Györgyre vonatkozólag ugye a törvénymódosító javaslatunkat támogassa a kormány, és helyezzék hatályon kívül Sádör Györgyöt az elnöki pozíciójából, illetőleg mindenféleképpen elvárjuk a érintett embereknek a teljes körű átvizsgálását, és a végrehajtás ugye mindenképp non-profittá kell tenni, mert ahogy láthatjuk, a korrupció melegágya, és semmi más nem szolgál a jelenlegi rendszer, csak a magyar emberek népnyúzását, pedig a végrehajtás egy fontos momentum lenne a magyar igazságszolgáltatásban, és mindenféleképpen egy non-profit jelleg bevezetése lenne csak megoldás, mint a korrupcióra, mint pedig a végrehajtási eljárások kifehérítésére és korrekciójára.